Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo turisztikai magazinunk nézőit. A rövid hírünk az, amelyről a híradóban is beszámoltunk, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Székesfehérvár város önkormányzatát az elmúlt 25 évben nyújtott kimagasló teljesítményért a Virágos Magyarország verseny jubileumi díjával jutalmazta meg. Örüljünk együtt, hiszen szép város Fehérvár, kimondhatjuk, de ez már régóta így van. Vendégem pedig Spanyárné Halász Szilvia, kertészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, aki több mint negyed századon elmondhatjuk városunk főkertésze. Jó, hogy itt vagy velünk. Gratulálok. Mindenféle értelemben. Én azt gondolom, hogy végigkövetjük itt a Fehérvár televízióban, illetve a médiacentrum egyéb felületein is a Virágos Magyarország verseny pillanatait, és ez fontos számunkra. 25 esztendővel ezelőtt, amikor elkezdődött ez a mozgalom, ez egy kihívás volt a városnak, kihívás volt a szakembereknek is. Tekintsünk egy kicsit vissza, hiszen ha később erről nyilván esik szó, hogy területi regionális képviselőként a verseny zsűriében, a verseny fejlődésében folyamatosan részt vettél, és ráadásul Székesfehérvár, erről is majd szó esik, nagyon sok elismerést vehetett át neked és a munkatársaidnak köszönhetően. Hogy kezdődött, egy kicsit menjünk vissza az időben? Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönjük a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk, hiszen valóban én már 92-ben idejöttem a Városgondnoksághoz dolgozni, és nagyon örültem annak, hogy Bozay István ügyvezető igazgató engem bízott meg azzal, hogy mivel jubileumi év van, pályázhatunk, tehát kiírtak a 25 évre egy pályázati lehetőséget, idén 324 település jelentkezett, hogy ki lesz az, aki megérdemli ezt a díjat. És hát ez arra késztetett, hogy átnézzem, összeszedjem, és 30 elismerés sikerült összegyűjtenem, ami ezek objektív díjak, mindent be kellett bizonyítani, hogy mikor mit kaptunk. Tehát azt gondolom, hogy egy város életében egyáltalán az, hogy 25 évig egy versenyen minden évben tudott indulni, minden évben felkészült, ez egy nagyon nagy dolog, és ez nyilván elismeréssel is honorálták. Igen, tehát nagyon széles körű az elismerés, hiszen volt olyan év, amikor nem csak a város díjazták, hanem intézményeinket, két óvoda kapott díjat, volt, amikor abban az évben, 12-ben még az egyik éttermünket, a Szárcsa éttermet is jutalmazták. Tehát ez így jött a 25 év alatt a 30 díj össze, hogy volt olyan év, amikor egy évben két különböző díjat is elnyerhettünk. De az, hogy 324 település van, ez egy nagyon hosszú folyamat, hiszen az első években még csak talán 69 település indulhatott, és a versenynek a megszervezése pedig a Főkertész Szövetségre hárult, akkor a Főkertész Szövetség tagjai adták a zsűritagokat. Tulajdonképpen a munkám talán ott kezdődött, és Fehérvár pedig az első évben már jelentkezett, amikor meghirdették ezt a versenyt országos mozgalommá. És ne felejtjük, hogy már 1995-ben, tehát 23 esztendeje az első díjat kaptak kiemelten, igen, és az Entente Floral Europe versenyen, tehát az európai megmérettetésen is Székesfehérvár indulhatott. No, viszont egy nagyon sok idő telt el az első főkertész találkozótól. Ez volt az alfája és az omegája az egésznek, hiszen ott megszületett az a döntés, hogy igenis, minden olyan főkertész, aki erre késztetést érez, részt vett abban a munkában, amelyet te immáron ugye 21 néhány esztendeje csinálsz, és ráadásul egyre magasabb szinten. Mit kell csinálni a hétköznap ahhoz, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez nem egy akció a Virágos Magyarország. Soha nem ért el egyetlen település sem eredményt úgy, hogy az utolsó pillanatban nekifogtak. Ez egy folyamat. És azt gondolom, hogy pontosan ezért érdemel elismerést az a munka, amit ti csináltatok. Tehát hogy kezdődött ez a munka? Hogyan lehet szintet tartani egyáltalán?
Hát igen, valóban az, hogy egyáltalán Fehérvár lehetett a győztes, az egy nagyon nagy díj, hiszen Európát képviseltük 96-ba, és egy olyan megméretés, amikor külföldi versenyzőkkel kell külföldi országok településeivel versengeni, ez mindig is a legnagyobb kihívás. Mindig ez, minden évben ez a legnagyobb jutalom, de együtt a legnagyobb feladat is a győztes településnek, mert következő évben képviselni kell hazánkat. És fel kell készülni arra, hogy egy nemzetközi verseny, mivel több ország van, tehát akkor 12 ország vett részt ebbe, minden országból más szakemberek jönnek, tehát azt is kellett figyelni, hogy azokban az országokban milyen bírálati szempontok vannak, az onnan jövő szakemberek mit fognak nézni, és ehhez kellett fölnélni a városnak. Viszonylag rövid idő alatt, egy fél év állt, háromnegyed év állt rendelkezésünkre, és hát azért felejthetetlen év a számunkra, és tulajdonképpen az országos szakma számára is szerintem, mert dr. Kovács Zoltán, akkor még aktív nemesítővel dolgozhattam, és az ő irányítása alatt lehetett megtervezni azt az egynyári fajta bemutatót, ami nagyon nagy sikert aratott, a nemzetközi zsűritagok megismerhették a magyar nemesítésünket. És ez volt az első példa, amikor bebizonyítottuk azt, hogy a Kígyó utca melletti hatalmas, úgy hívjuk amőba terület, régen úgy hívtuk ezt a területet, ezt a hatalmas zöld felületet, egy lakótelepi környezetet hogyan lehet virágtengerré változtatni, de mondom, egyúttal beszerettük volna mutatni a magyar fajtákat. Most ez aztán olyan mozgalommá nőtt az országba, hogy Zoli bácsi halála után egy emlékdíjat is alakítottak, és azóta is figyelik, hogy a magyar fajták megmaradtak-e, vagy most már csak külföldi egynyári fajtákkal terveznek a főkertészek. És én úgy érzem, hogy megismertük Zoli bácsit, bebizonyosodott, hogy milyen jók a magyar fajták. Mi azóta is használjuk, a kedves hallgatók láthatják most már a Petőfi Parkba is nagy mennyiségben ezeket a magyar fajtákat, tehát eltelt ilyen hosszú idő, és például ez megmaradt, úgyhogy nem csak nálunk, hanem most már az ország nagyon nagy részén is megismerték, sőt a külföldi zsűritagok pedig az nevét is megtanulták Zoli bácsinak. Tehát ez egy például egy nagyon fontos dolog, hogy tudtunk olyanokat bemutatni, amit nem tud más ország. Területi vezetőként, hiszen Veszprém, Komárom, Esztergom és Fejér megyében és a Virágos Magyarország, területi vezetője vagy egyik oldalról, másik oldalról pedig az Entente Floral Europe-ba bejutottakat és szakmai felkészítésben részt veszel. Ez mit jelent szakmailag számodra? Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli elismerés. Hát erre a munkakörre, ami egy társadalmi munka. Igen, ez társadalmi munka. 2008-ban lehetett felvételizni, és az országból engem választottak ki, aki képviselhette, tehát abban az évben ez számomra egy nagyon nagy elismerés volt, hiszen két nyelven kellett felvételizni, és Pollák Erika, aki a versenynek a megalakítója, és tulajdonképpen a nevéhez fűződik ez az egész verseny, ő már akkor is indított magyar településeket, amikor még nem volt meg ez a Virágos Magyarország mozgalom. Tehát ő volt az, aki jelezte, hogy szeretne lassan nyugdíjba vonulni, és kereste azt, aki az utódja lehet. És számomra egy igen nagy plénum előtt, ugye sok Sudiba volt vendégünk, Kuncéné Felegi Katalin fővédnök, Prutkai János, és nagyon sokan egy komoly szakmai stáb előtt kellett felvételiznem. Tehát
Amikor én ezt a munkát megkaptam, onnantól fogva most elő is vettem, hiszen ezt is mellékelni kellett, hogy mit vállalok. Vállalom azt, hogy az nemzetközi tapasztalataimat átadom, és a felkészülő településeket végig kísérem, és segítem a munkámmal, hogy abban az évben, amikor indulnak, és Magyarországot képviseljük, a legjobb tudásuk szerint vegyenek részt. Tehát ez az egyik ilyen segítő feladatom, ami úgy tűnik, hogy segítő, vagy azt mondom, de amikor az ember leírja azt a sok kritikát, amíg megérkezik a zsűri, azért az biztos, hogy senkinek se kellemes, de amikor a díjkiosztón vagyunk, akkor meg szokták azért köszönni, de valóban ez egy olyan munka, hogy a felkészítő bizottság a problémákat azonnal feltárja, polgármesterekkel egyeztetünk, hogy mit kéne változtatni, és ma már tudjuk azt, hogy nem elég egy év, tehát ma már inkább úgy gondolkozunk, hogy figyeljük a településeket, hát például Fehérvár is szeretne majd újraindulni, minden évben látszik, hogy volt már nemzetközi zsűritagot is meghívtunk, elfogadjuk a kritikát, tehát lassan lehet felkészülni egy nemzetközi versenyre. Nekem az a tapasztalatom, hogy gondoljuk el, hogy ősszel van a díjkiosztó, és következő évben, júniusban jön a zsűri, tehát jobb, hogyha egy település felkészül. És itt talán azt is tehetném hozzá, hogy mi is így készülünk Fehérvár a magyar zsűrizésre. Nagyon sok kollégámmal együtt készülünk, bevonva a környezetvédelmi irodát, különböző társadalmi szervezeteket, hogy mindenkinek már ez természetes legyen, hogy hogyan kell bemutatni azt a szakmát, amit ő a legjobban csinál, ő hogyan kell megszólalni, hogyan kell képviselnünk az egész a városunkat, hiszen nagyon-nagyon sok közösségnek köszönhetjük ezt a díjat. Igen. Tehát nem csak a Városgondnokság munkája valljuk be, hanem azok a közösségek, akik az óvodától, iskolán, és tudjuk, hogy a városszépítő pályázat révén nagyon-nagyon sok emberhez eljutott ez a programunk is. Mindezeket, tehát van egy 70 oldalas bírálati szempont, erre úgy kell felkészülnie a városnak, hogy már előtte írásos anyagokat el kell küldeni a zsűritagoknak, és az egész éves munkánkat mind be kell mutatni. És utána jön egy személyes találkozás, és tényleg úgy próbáljuk minden évben Boza István igazgatóval összeállítani a programot, hogy lássák a fejlődést, a legújabb beruházásainkat, hol tartunk, amire még nincs megoldás, már van elképzelésünk, hiszen a terveket is figyelik, tehát olyan nincs, hogy minden rendben van, viszont a nemzetközi zsűrinek fontos látnia azt, hogy ismeri a város a problémákat, és keresi rá jó megoldásokat. Beszéljünk arról, hogy az elmúlt 25 évben mennyit változott ez a verseny. Az, hogy már nem mozgalomnak hívjuk, ez rendben van. Ugyanakkor én azt látom, hogy egyre több olyan iskola, intézmény csatlakozik ehhez a versenyhez, és egyre több település, beszélgettem, ugye nem titok, számtalanszor volt vendégünk a Fejér megyei győztes települések, Lajoskomárom, többen is. Viszont Székesfehérvárnak ugye speciális problémái vannak. Speciális a fejlődési. A fejlődés záloga pedig az, hogy legyen egy olyan csapat, amilyen a tiéd, mert hogy nekünk ugye a többi hasonló léptékű városhoz vannak lakótelepi környezeteink, vannak kertvárosaink, aztán van egy frekventált belvárosunk, tehát ez rendkívül nehéz feladat. Ilyenkor, amikor a versenyre készültök közvetlenül, mi az elsődleges feladat? Hogy lehet ebből egy egységet csinálni, illetve megtartani azokat az alapokat, amelyek mondjuk egy lakótelepi környezetre jellemzőek? Nem lehet kibújni az alól, hogy nem mutatjuk be az egész várost. Tehát például a nemzetközi zsűribe térképen kell bizonyítani, hogy hol van a város határa, vagy a település határa, és egy útvonalat kell összeállítani, és az útvonalon pontosan fel kell tüntetni, tehát olyan nincs, hogy csak a belvárosba sétál mondjuk a nemzetközi zsűri. Mi is ugyanígy készülünk Fehérváron, amikor jön a magyar zsűri.
mindent be kell mutatni. A lakótelepeknek a problémáiról beszélni kell, arról, hogy mit tesznek, mit tesz például, idén bemutattuk a Kelemen Béla kettőnek a közösségét, ami egy fiatal közösség, ugye Frösch Ádám vezetésével nagyon tetszett a zsűrinek, hogy Ádám általános iskolásokat bevonva szépíti a lakótelepi környezetét, plusz társadalmi munkába még az Öreghegyen vállalnak keresztek fenntartását. Tehát mennyi mindent lehet tenni, és nem csak, ahogy ismerjük az óvodákba, a városszépítő programba, hogy ezt beépítették már a környezeti nevelésbe, hanem a lakótelepen is, mit tesznek az ott élők. Tehát én szerintem nagyon fontos, hogy a jó példákat adjuk át. Én azt gondolom, hogy persze versenyek hívjuk, de szakmai körökben azért úgy gondoljuk, hogy egymástól sokat tanulunk. Minden évben, szinte minden évben van nálunk egy szakmai konferencia, tavaly egy szűk körbe, de idén is egy szűk körbe 10-11 település főkertészét meghívva fogunk tartani egy olyan őszinte beszélgetést, amikor a problémáinkról beszélünk. Tehát ez igen, nagyon, igen, átadjuk egymásnak. Én azért gondolom, hogy aki jelentkezik erre a versenyre, az olyan zsűritagokkal fog találkozni, akik lehet, hogy kritikusak, hiszen hát kénytelenek kritikusak lenni, tézem háromtól elég részletes bírálati szempontok vannak, amit pontozni kell, de emellett nagyon sok beszélgetés, nagyon sok segítséget kap egy település, tehát a polgármesterektől a visszajelzés az, hiszen ilyen konferenciákat is szoktunk tartani. Idén most Súron volt, amikor a polgármesterek maguk mondták el, hogy nekik mit jelent a verseny, és mennyire örülnek, hogy részt vettek ebbe. Tehát én azt gondolom, hogy minden polgármester eldönti azt, hogy milyen programba vagy milyen versenybe indul, hogyha úgy érzi, hogy egy versenynek a bírálati szempontjai ebben az esetben nagyon sok emberhez szól, akkor érdemes ebbe elindulni. Tehát beszéltünk a külvárosról. Hála Istennek olyan helyzetben vagyunk, hogy a frekventált területeink, tehát a szűkenvet belváros gyönyörű. Tehát ha csak a Halesz parkot kell nézni, meg a Jávorotto teret, meg az összes többi parkunkat, biztos nyernénk minden esztendőben fődíjat. Az Entente Floral Europe-on is biztos vagyok benne. De hát én látom, illetve a törekvés is az, hogy egyre szépül, ilyen apróságokat veszünk észre. Fontos, hogy szakmai kihívás egyébként, hogy kertészeti szempontból is mindig azt, ami pontosan odaillik. Igen, hát hogyha mondjuk területi képviselőben gondolkozunk, nem egyforma mindenkinek a zöld felülete. És nagyon sok olyan példát tudunk bemutatni, amikor icipici kis területből is lehet új élhetőbb közösségi részt kialakítani. A belvárosunkban a kis udvarok, a Kossuth-tömb belső például egy nagyon kedvelt hely lett, hiszen alig van zöld felület, de ott minden négyzetcenti meg van tervezve, gondosan fenntartva. De ugyanúgy akár egy terelősziget, vagy az a program, ami nálunk most már egyre lassan kiteljesedik, amikor a körforgalmak, amik nem is minden esetben a város tulajdona, de mégis mindegyik egy zöld felület, hogyan lehet a fű helyett valami mást bemutatni. Ilyen nem lehet különbséget tenni, hogy melyik terület fontosabb. Az ott élőknek az a legfontosabb, ahol ők élnek, és mindegyikre meg kell találni a megfelelő jó szakmai megoldást, hogy elégedettek legyenek az ott élők. Persze ők rengeteget segítenek az ötleteikkel, egy-egy kritikájukat meg kell hallgatni, és orvosolni kell. Hát ez a feladatunk, aki közterületen dolgozik, annak ez a feladata, úgy gondolom. És emellett, ha megnézzük, azért, ha kitekintünk arra, ugye a Szárcsa éttermet említettük, de a Diófa étterem is országos díjat kapott, emellett pedig, aminek én külön örülök,
az Arany János iskola és az óvodák részvétele ebben. Őket nem nagyon kell kapacitálni, mert a gyermekek lelkesek, és csak üdvözölni tudjuk mi felnőttek, hogy ott vannak az óvónők, akik segítenek nektek. Hogyan lehet a gyermekeket, a gyermekek figyelmét fenntartani ez iránt? Hát én azt gondolom, hogy itt is jó programok kellenek. Nagyon örülök annak, hogy ebben az évben mi is csatlakozhattunk a Mosonmagyaróvár példájához, a Mesés Kiskertek programhoz, amikor is az óvó, most saját tapasztalatból tudom, mert 23 óvoda indult ezen a megméretésen, hát ezt se hívjuk versenynek, mert szerintem minden óvoda boldog volt az ő gyerekeivel, hogy készülhetett, és ezt a programot polgármester úr úgy támogatta, hogy ez egy jó környezetnevelő program, hiszen májusra, amire elkészítették, megtervezték a kiskertjüket az óvodások, a vezetőjükkel, azért az egy jó pár hónapos munka volt, és nagyon nagy sikere volt májusban, amikor elkészültek a kiskertek, más településekről is megnézték, úgyhogy a kisgyerekeket is be lehet vonni. És visszatérve az Arany János iskola a Közös a Világunk program, az pedig én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó elismerése a városnak. Én 2008-ban találkoztam a nemzetközi versenyen Lucia Csikes, ő a horvát országnak egy képviselő asszonya, aki ezt a programot olyan szinten megismertette a Entenflower verseny különböző országainak a képviselőivel, hogy van egy ilyen díj. És szerencsére ezt a mi programunkat is elfogadták, hiszen nagyon sok esetben hívtunk a szervező bizottságból vezetőket, fővédnökasszonyt, hogy nézze meg, hogy nálunk is milyen program van, és 13-ba már adhattunk át díjat, tehát Fehérvár adhat át díjat olyan településeknek, ahol hasonló programok folynak, közterületek szépítéseit, mindenki végezheti. Közös a világunk, mindenki megtalálhatja azt a módját, ahogyan szebbé tudja tenni a környezetét. No, 2017-ben miniszterelnöki díjat kapott, külön díjat Székesfehérvár, most pedig itt van a 25 éves. Én azt gondolom, hogy ez abszolút megerősítés mindenféle értelemben. Az az oszlopos gyertyán, amit elültettünk a strandon, az ennek a bizonyítéka, és én azt gondolom, hogy ez további jó munkára sarkal. Egy ilyen versenyben minden verseny vége a zsűrizéssel a következő kezdete. Ennek tükrében mi várhat ránk 2019-ben, kedves Szilvia? Hát reméljük, hogy tovább folytatódik a verseny. Azért azt tudjuk, hogy a Magyar Turisztika Ügynökség az, amelyik támogatja ezt a versenyt. Bízunk benne, hogy lesz támogatónk, és mi pedig, akik ebbe dolgozunk, minden évben csiszolgatjuk, szeretnénk azt, hogy minél több emberhez eljusson. Nagyon az elmúlt két évben talán a reklám az nagyon komolyan megváltozott. Tavaly, amikor megválasztották Borbás Marcsit májusban, hozzánk jött először Fehérvárra, és hát azt hiszem 14 ezeren nézték meg azt a kis filmet, mert egy forgatóstábbal jött, ami Fehérvárt olyan szempontokból mutatta be, a drónfelvételeket készítettek, hogy utána azonnal bejelentkezte egy csomóan hozzánk, hogy hát nem is tudtuk, hogy ilyen szép tavaink vannak. Én azt gondolom, hogy nagy segítség volt egy újabb, ez nagyon jók ezek a reklám fogások, Facebookos szavazás van, tehát látszik, hogy új az arculata a versenynek, és hát most pedig mind a 324 település kapott egy emlékfát, amivel meg szerették volna köszönni az idei jelentkezőknek. Idén már szerveztünk a zsűritagoknak egy szakmai kirándulást, ezzel is szerettük volna elismerni, megköszönni azt a munkát, amit mindenki a saját munkája mellett társadalmi munkába végez.
Ha lesznek változások, azt időbe kell a zsűritagokkal közölni. Én úgy gondolom, hogy jó dolog az, hogy minden évben több település tud indulni. Azt jelenti, hogy sikerül a polgármestereket meggyőzni, hogy érdemes ez a versenyhez, mozgalomhoz csatlakozni, mert nincs vesztes, és érdemes a bírálati szempontokra elgondolkodni, esetleg egy-egy településnek lehet egy programja is. Mert közös a világunk, azt hiszem, hogy ez tökéletes befejezése, és ezt elmondhatjuk itt Székesfehérváron, bízvást valamennyi székesfehérvári polgár, legyen az kicsi nagy, büszke lehet erre a városra, és köszönjük szépen a Spanyárni Halász Szilviának és a csapatának, és azt gondolom, hogy jó fehérvárinak lenni, ebben megegyezhetünk. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen, és még egyszer mindenkinek köszönöm a munkáját, hiszen mindenki a saját munkaterületén nagyon sokat tud tenni azért, hogy szebb legyen a környezetünk. Kedves nézőink, én is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Székesfehérvár 25 esztendeje részt vesz ebben a fantasztikus munkában a Virágos Magyarországért, illetve értünk a közösségért, és azt gondolom, hogy ez egy olyan csoda pillanat minden évben, hogy ami megerősít bennünket, amit még egyszer mondtam, mert közös a világunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.